Na, hát egy reggeli etetés fog következni, egy rendhagyó dolog ez, annyi különbséggel, hogy az IF ÁJ KECCS DÖ Kistehén level 3-on tartok épp. Múltkor délután ide kijöttem egy állatszájtóval, meg levittem egy kötelet oda, de ezt meglátta a csofi, ezt a 220-as IQ-jával már össze is rakta a képet, hogy itt el akarom kapni, úgyhogy nem jött oda az ajtóhoz, úgyhogy ezt cseszhettem. Na most nem jöttem ide állatszájtóval, a kötél meg a hó alatt van, úgyhogy gyertek, eljetek föl, ne ott gagyizzatok. Úgyhogy most, hogyha el tudom kapni, akkor szétveri magát az ajtón, de hát most már nem nagyon érdekel, mert túltolta a biciklit nagyon. Úgyhogy igazából már cseszheti. Meg nem is tudom már indítani se a gépet, se az állatszájtót fölhúzni a hótól, de most már ez ilyen, hogyha elkapom, akkor ott. Sebb ott teszi egy darabig, amíg el nem viszem, mert sem meguntam ezt, na, tehát, hogy nem fogok vele itt szórakozni, eleve arról volt szó, hogy itt lesz lelőve, meg elvágva a torka, csak a többi állat miatt, mert tényleg lázadoztak. Végül is úgy döntöttünk, hogy elvisszük, hogy ne legyen ilyen nagy para, hát ugye előre nem akar működni a dolog, de késik, az nem múlik, ezt szokták mondani. Beszólja az elfogyott a leghidegebbe. Ide majd szerzek. Szóval ez akkor most derül ki minden, mert ha ide jön és van rá lehetőség, én megpróbálom rárakni a szarvát. Na, ott jön. Viki, gyere te is! Gyere, gyere! Gyere, gyere, gyere! Gyere, 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 gyere! Gyere, gyere, gyere! Ezért nem ártana itt. Te lett valamennyi. Most hol van a vége ennek? Vagy mi van? Itt van, ne urok. Jó. Gyere, Nikike! Gyere, gyere, gyertek! Gyertek, gyertek! Szépen izéld ide a csofi, valamit megint gyansz. Gyere, Niki, gyere! Gyere, ott, alul gyere, úgy, ahogy szoktál. Ott azért tudsz. Valljuk be. Itt a csofi az meg ugye birodalmi lépegető, az meg, szóval ő aztán... Nagyon jó, most itt a szarva. Hát, ha elcseszem, akkor ciki, mert egy darabig most akkor megint nem fog ide jönni. Sikerül, akkor meg neki szar, mert ugye este akkor ki lesz ide kötve. Tulajdonképpen egyébként. Na most gyanút fogott. Gyere! Hát ez elképesztő tényleg ez a tehén. Lehet, hogy a vége az lesz, hogy fogom aztán egy jó erős vadászt ide hívok, mert unom ezt. Tegyük hozzá, hogy van állatbefogóm egyébként, a másik karámba simán be tudnám fogni, csak ahhoz az összes állatot innen át kéne hajtani oda, akkor az egész létszámot behajtani oda, befogóba, utána valahogy szétválogatni úgy, ahogy én szeretném, ahogy a szelidek meg a vadabbak külön legyenek, mert ezt egy ilyen rossebes kis faszopó miatt, hát valahogy nem fogom megcsinálni, de nem tudom elkapni megint, mert egyszerűen ez egész elképesztő, amit nyom, megmondom, az már 3-as szint, mert tényleg aznap délután itten próbálkoztunk, ugye akkor még idáig se jöttem, az állatszállító itt volt, és hát egyszerűen ezt a csofit ezt így tűnik, hogy annyira nem lehet. kapni. Hát nézzem, hogy mennyire fagyott meg megint az itt a túltuk meg. Jó, még van annyi víz most. Mert ugye az meg a másik, hogy az itatók elkezdtek így mínusz 15 körül befagyni. Úgyhogy ott a nagy állatoknál abszolút slaggal kell itatni azóta. Ez is egy jó buli. Meg amikor elfagy a slag, akkor vagy szarakodsz vele egy órát. Na jó, van, el is ment, mert mondom, ennek 180 pluszos az IQ-ja, az biztos. Nem egy ostoba állat, eddig azt mondják a marhákra, hát nem. Abszolút nem azok. Na mindegy. Na most még bikuciknak viszek egy kicsit, hogy így örüljenek maguknak. Jó fáj vagyok. Nem tudom, mit csinálják a csofivel. Tényleg kéne hús is, meg pénz is, minden kéne. Ő meg kurvára nem kell. Na most oda ment. Ez nem igaz, bazd meg. Ez egy vicc, amit ez a tehén csinál velem. De mindegy. Itt van, már majdnem elindultál mi. Pont elfogyott neki. Na hát erről beszéltem, hogy ez a csofinak a műve, hogy ott ide bejön, és akkor itten jól érzi magát, összeszarja az egészet, és akkor baszhatják a többiek, hogy egyenek. De mindegy. Jó van, Engiszkém, kitúrt ez a rohadt csacsi? Akkor kapsz még. Még kapsz. Úgyhogy az az itató, az totál el van fagyva, ezt el lehet felejteni. Itt reméljük, hogy a slag most nem fagyott meg. Az azért elég jó lenne, hogyha nem kéne. Most is vedőről ilyen 300 liter. Jó van, rendesen kifújtam. Most tudok itatni nekik. Szerintem el is indítom. És hát még a csofira megyek egy kört, basszak, hát ha nem megy el. Mert most már tényleg el kéne kapni, tehát unom ezt a macskának a lábnyomai láthatók ott. A kóból idejött macska. Mert ugye annyi egér van tényleg, mint az állat itt a tarától, azért van egyébként hűtőbe tárolva a darab, és bekapcsolva a hűtő, csak az egér ne érje el, ezért van ez az egész dolog. Most figyelnek, hogy oda megyek, megfogom azt a kurcst, sőt nem is kell megfognak ötet, hanem egyszerűen ő úgy dönt, hogy akkor megy, de semmi baj, van a B-verziós sülyi, amikor azt meg kirakom akkor a izémet. De hurkomat, az belelép, még szarabb lesz neki, a fejénél fogva lenne izélve. Ja. Hát el is ment. Szépen. Mert így lehet még elkapni, hogy az ember csinál egy ilyen hurkot. És akkor amikor az első lába benn van, akkor jó meghúzza neki. Csacsi, ott csacsiskodunk, olyan hátra van neki cseszve a füle, akkor na most kergeti el a 600 kilós bikát körülbelül, igen. Nincs is harc, mert Káci tudja, hogy így elég nagyot rúg a csacsi. Jó, hát ezt a rohadt csofit, ezt majd hónap így próbálom meg, akkor a level 4-en. Ott már lehet repülni is a izék között. Az ilyen levegőben lévő földdarabok között a Márióban, úgyhogy látjuk, hogy ez ilyen hurok odarakással, csak azt azért nem akartam, hogy az első lába fogja meg, ha sikerül, és akkor az tényleg széttöri magát, mire én ide állatszállítót hozok, meg utána még a szarvára is rá kell rakni valamit, lábánál fogva nem tudom kihúzni. És nem egy egyszerű. Kérem. De mindegy. Hát, ezt nem bánom annyira, mert most ez van, csak sokáig játsza, akkor meg az lesz a vége, hogy később bemegyek, aztán ledurrantom neki a torkát, mert tényleg lassan unom ezt. A többi állat, amikor erre készültünk, meg itt voltak emberek, hogy így ezt csináljuk, most megint ott van. Hát ez elképesztő ez az állat, de mindegy. És akkor ilyen -15 alatt ez az itatás dolog, ez úgy néz ki, hogy az ember fogja mondjuk a slaktetejét először. Igen. Úgy hagyít, hogy fölhúzza, kifolyatja, és akkor fújkálja egy darabig. A csövet, hogy ne maradjon benne víz, mert ha marad, akkor nem tudsz itatni. Ugyebár nem jön ki belőle friss víz, vagy hogy mondjam. Ilyenkor reggel akkor nem lehet semmit csinálni vele. Most ha ez így be van rakva, akkor a másik felét ezt, mert azért van ott kád direkt nekik, hogy ilyenkor ha elfagy, ha nem fagy el, így azért inni tudnak egy kicsit. Most ez eléggé szét van már menve, ez a vége, úgyhogy jó, elfagytál? Te is? Ez jó lenne, ha te is elfagytál volna alul, mert most már olyan is volt. Jó, nem, oké. Ez még azért nem volt most. Be kell vizezni, nem mennem rácsavarni. Ajjajjaj, ez is jó hideg, ezért jó hideg. Adjuk meg. Most meg bőg is a csofi egy sort, hogy hát nem tud tenni. Szétfagy a kezem, basszus. Ez abszolút nem megy rá. De jönnek inni. Elindultak. Nagy baj nincsen. Na hát, ennyi volt a dolog.